Arany János emlékév van, ezt már tudjuk, vagy erről már sokat beszélgettünk itt a délelőttben, de hogy hogyan kerül Arany János a Természettudományi Múzeumba, azt még nem tudjuk, erről fogunk most beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Medzi Racki Zsófia, főigazgató helyettes. Köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát 200 évvel ezelőtt született Arany János, ezt szerintem ma Magyarországon remélem, hogy már mindenki tudja, de hogyan kerül Arany János a Természettudományi Múzeumba? Miért csatlakoztak önök is az Arany emlékévhez? A Természettudományi Múzeumnak ugye megvannak a hagyományos kiállításai, amit mindenki tud, vár, rendszeresen ismétlődnek. Viszont óhatatlan, hogy azért a mai korunkban mást is kell egy kicsit csinálni. Ez az egyik szempontunk volt, hogy megpróbáljunk egy olyan kiállítást behozni a múzeumba, ami több első látásra egymástól teljesen ellentétes területet érint. A másik szempontunk az volt, hogy ugyan a természetet mindenki szereti, a legtöbb ember szereti, de belegondoltak-e vajon az emberek abba, hogy a természet, a természet ismerete, a táj, az mennyire beleivódik az itt élő vagy az ott élő emberekbe, bármelyik tájról beszélünk. És amikor ugye Aranyt olvas valaki, belegondol-e abba, hogy Arany Jánosnál mennyi természetleírás szerepelt? Na ez volt az egyik gondolatunk, hogy ezt bemutassuk, hogy az identitásunk része az a környezet, amiben élünk. És ez nem csak egy természettudományi kiállításon keresztül, hanem az irodalmon keresztül is. Na hát akkor kik állították össze ezt a kiállítást, vagy itt mi volt a folyamat, mire kialakult ez az egészen komplex kiállítás? Hát igazándiból akkor azt kell mondanom, hogy a kiállítás egyik szakmai rendezője az maga Arany János volt, csak hát ő már ezt ugye nem élte meg, és egy kiállításrendezőnk, illetve a szakmai, egy bogarászunk, egy entomológusunk volt az, aki segített a szakmai anyag összeállításában. Ugyanakkor a marketing csoportunk is, nálunk mindig egy nagyon széles táb dolgozik azon, hogy egy kiállítás szakmai tartalma összeálljon. És ami ebben a kiállításunkban most teljesen új, mármint a Természettudományi Múzeum részére, hogy megpróbáltunk egy olyan technikai eszközt bevetni, a kiterjesztett valóságot alkalmazni a kiállításunkba, ami segít abban, hogy egy irodalmi alkotás, jelen esetben egy vers, az hogyan jelenik meg, abban hogyan jelenik meg a természet. Hogyan mutatják be, vagy ezt hogyan? Hát most, ha a Toldit ugye mindenki kötelezően tanuljuk. Mivel kezdődik? Ég a nap melegtől a kopár szík sarja. De ki gondol abba bele, hogy mi az, hogy szík? És ebben a pillanatban, illetve ezt a versidézetet felvetítve, felrajzolva, rajta egy markerünk, amire egy tablettel, ha ráközelítenek a látogatók, akkor megjelenik, hogy mi a szik, mi a szikes, ami az Alföldnek egy eléggé nagy területeket elfoglaló élőhely típusa, és akkor rá lehet menni a különböző pontokra ezen a képen, a szikesre mi jellemző, évszakonként hogyan változik, illetve egy-egy állatra, növényre, a visáska. Tikkat, szöcske, nyájak. Igen. Na, itt Arany János tévedett. Ezek sáskák. Szöcske, nyáj nincs. Tehát ezt és is... akkor a rím miatt kellett tikkat, sáska, nyáj, nem, ez nehezebb kérteni. Nem, hanem egész egyszerűen azért a köztudatban a szöcske és a sáska összekeveredik. De ezt is megpróbáltuk egy kicsit tisztába tenni. Tehát pontosan rámegy a szöcskére és a sáskára ezzel a tablettel, és lehet látni, mi a kettő közötti különbség. Azt olvastam a leírásukban, én ezt bevallom, én ezt nem tudtam, hogy Arany János főtitkára volt a Magyar Tudományos Akadémiának is, úgyhogy nem csak irodalommal, hanem a természettudományokkal is foglalkozott. Kellett, vagy hát foglalkozott vele. Mennyire volt ő akkor nagy természettudós, vagy hát ha ilyen keveredésekbe belekerül, ez lehet, hogy véletlenül, lehet, hogy direkt keveredett ilyen helyzetekbe? Na most nem lehet azt mondani, hogy Arany János tévedett. Azért mondom, ez a köznyelvben minden a mai napig így van. A farkas épp olyan idézőjelben mondom akkor tévedés, hiszen ez nem farkas, ami a Toldit megtámadja, ha zoológiai szemszögből nézem. Arany János élete végén valóban a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára volt, és ő maga természettudománnyal nem foglalkozott, de egyszerűen muszáj volt, hát nyilván ez nem kényszer volt számára, hivatalnokként is dolgoznia, és például Sir Charles Darwinnak ő írta azt a levelet, amiben a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választották. Ugyanakkor nagyon komoly érdemeket szerzett azzal, hogy olyan gyűjteményeket
vásárolt, szerzett meg az akadémia számára, amik valószínűleg, például a Bolyai örökség, ami valószínűleg, ha nem kerül az akadémia védnöksége alá, akkor az enyészeté lesz. Na akkor a szikes talajon kívül mi minden érdekességet mutatnak be még a kiállításon? De a szikes talaj az első. Ugyanakkor bemutatunk egy úgynevezett vizes élőhelyet, szintén a Toldi alapján, Toldi 4. és 5. éneke alapján, ami a nádi farkasnak, az aranycsakának, most már ezt tudjuk, ez a hivatalos neve, az élőhelye. És nagyon jól tudjuk, hogy a Toldiba a farkasnak nevezett, jó az anyafarkas szörnyű ordítással, és neki támadt Toldinak. Na most, ha megnézzük, a kiállításban szerepel valódi preparátumban az aranysakál, hát valószínű, hogy azért ez a méretű állat nem igazán támad rá emberre. Mekkora méretű? Ezek ilyen kisebb állatok? Hát egy közepes méretű kutya. Akkor persze ki nem nevez közepes méretűnek. Tehát egy körülbelül a 35-40 centinél nem magasabb a marmagassága. Tehát nem egy hatalmas állatról van szó. Hát Toldihoz képest. Toldihoz képest kicsi. Egy kicsi állat. És ugye az aranysakál érdekessége, hogy a 19. században nagyon gyakori volt Magyarországon, aztán 1989-ben már a Vöröskönyvben kihalt fajként, Magyarországról kihalt fajként jelezték, viszont valószínűleg a délszláv háborúk hatására visszatelepedik Magyarországra. És ma már körülbelül 3000 példány él az országban. És nem kell tőle félni, nem támad emberre, viszont nagyon jelentős a szerepe abban, hogy a rágcsálók írtásával egy kicsit hozzájárul a biológiai egyensúly megtartásához. Önnek van mondjuk kedvenc része a kiállításon? Vagy mondjuk olyan elem, amit mondjuk úgy szívesen kiemelne? Én nekem a kedvenc részem a lehetőség a kiállításban. Ugyanis ezzel most úgy érzem, hogy egy minőségi változást léptünk meg ezzel a kiállítással, és ezt szeretnénk utána kifejleszteni. Egyrészt már idén tervezzük azt, hogy az állandó kiállításunkban is megkeressük azokat a pontokat, ami az irodalommal kapcsolatban van, és erre is felhívjuk a figyelmet, illetve jövőre tekintve esetleg más művészeti területek, képzőművészet, urambocsán zene felé is nyitunk. És akkor végül kiknek ajánlja ezt a kiállítást, mely korosztály az, akinek talán a legérdekesebb lehet? Hát ugye az előttem itt lévő vendégre visszautalva nagyon komolyan ajánlom a Z-generációnak, hiszen az irodalmat tessék megtanulni tabletekkel is értékelni. Nagyon ajánljuk a családoknak. Hétvégéken lesz külön családi programunk is, családi kör a családi körrel, és természetesen, ha lehet, én ajánlanám a irodalomtanároknak, hogy hozzák el egyszer-egyszer a iskolai csoportjaikat, amikor a Toldiról tanulnak, hogy nézzük meg, mi a Toldi természettudományos háttere. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és akkor várjuk a kiállítást és a további kiállításokat is. Köszönöm szépen!